mi igyekszünk a megyenapot olyan környezetbe vinni, ahol példát tudunk mutatni a megye többi települése számára. A megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, a megyenap az önkormányzat legfontosabb rendezvénye. Mint Molnár Krisztián fogalmazott, ezen a napon visszaemlékezhetnek az elmúlt időszakra, valamint előre tekinthetnek a jövőre is. Az elnök elmondta, 2012-ben új típusú terület- és településfejlesztési feladatokat kaptak, melynek egyik legfontosabb eleme az úgynevezett TOP források elosztása. 2014 és 2020 között 32 milliárd forintot osztottak szét a megye kis települései között. Azt tűztük ki célul, hogy csak olyan fejlesztéseket hajtsunk végre megyeszerte, amely a megyében élők életkörülményeit javítja, komfortérzetét, biztonságát fokozza. Én úgy látom, hogy ezt sikerült megtennünk. Ha hozzátesszük a 32 milliárd forint induló forráshoz, hogy a mai nappal 53,4 milliárd forint értékben van kötelezettségvállalásunk, ez 429 pályázatot jelent a településeinken. Székesfehérvár országgyűlési képviselője két nagyszabású megyét érintő fejlesztésről beszélt ünnepi beszédében. Varga Tamás elmondta, olyan vasútvonalat hoznak létre, mely Fejér megye és Székesfehérvár érintésével összeköti Pécset a visegrádi négyek országaival. A vonat nagy sebességre lesz képes, 300 km/órával közlekedik majd. Emellett a 81-es főút négy sávosításáról is szót ejtett. Egy új négy sávos autó út kapcsolatot fogunk létesíteni. Komárom, az M1-es autópálya Mór és Székesfehérvár között, és ez nekünk Székesfehérvárnak azt is jelenti, hogy lesz egy új negyedik autópálya kapcsolat az M7-es autópályával. Törő Gábor országgyűlési képviselő szerint az elmúlt időszakban kiválóan teljesített a város és a megye. Székesfehérvár a megye központja, itt vannak a legnagyobb intézményeink. Azt gondolom, hogy minden településnek van valamilyen kötődése, akár az oktatási, kulturális vagy egészségügyi intézményekbe. Úgyhogy, mint egység, Fejér megye azt látszott, hogy az elmúlt négy évben valóban kiválóan teljesített. A megyenapon adták át az önkormányzat által alapított díjakat. A Fejér megye díszpolgára kitüntető címet Miklósa Erika Liszt Ferenc díjas és Kossuth díjas operaénekes, valamint Zimmermann Sebestyénné a Gánti vendéglő alapítója vehette át. De díjazták a megye legkiválóbb orvosait, a közigazgatásban dolgozókat, kutatókat, pedagógusokat, mentőt, rendőrt, sportolókat, hagyományőrzőket és művészeket is. A megyenapon megyekkorzót is tartottak, ahol a fehér termék díjakat is átadták.